Sziasztok, poweresek! Újra itt a Power Builder Podcast. Én ismét Wittmann Zsolt vagyok, a házigazdátok. És ismét erőemelésről fogunk beszélni, milyen meglepő, így nem is tudom, 80 akárhanyadik alkalommal. A mai vendégem pedig Fekete Miklós lesz. Miki már egyszer vendégünk volt, pontosabban a Tibi vendége volt így a podcastban, nem is tudom, 40 résszel ezelőtt. És a mai részben hát egy olyan témáról fogunk beszélni, ami azt gondolom, hogy minden poweresnek így a szíve csücske, és ami mindannyiótokat érdekelni fog, akik versenyzőként vagy leendő versenyzőként így benne vannak ebben a sportban. Ez pedig az lesz, hát a cím alapján már nyilván kiderült, hogy az erőemelést hogyan tudnánk még jobbá tenni. Mi az, ami jelenleg a fejlődés útjába áll akár, így sportszinten. Milyen tendenciákat látunk így az elmúlt 5-10 évben világszinten az erőemelés népszerűsödésében, és mi az, amit tennünk kéne még az érdekében, hogy a versenyeken egyre többen legyenek, és egyre erősebbek legyünk így magyarok gyakorlatilag a válogatott szinten is, és mindenhogy. Szóval érintettünk Mikivel mindent, ami ezzel kapcsolatos lehet. Versenyszervezés, tehetséggondozás, a sportnak a szexivé tétele és minden olyan dolog, ami egyébként így PVB szinten minket is érdekel, és mi is próbálunk benne folyamatosan előrelépni és jeleskedni. És hát elmondtam az adásban is, hogy az adásnak az volt az egyik apropója, bár hozzáteszem, hogy én ilyen témával már szerettem volna régóta egy hasonló adást összehozni, egy olyan emberrel, aki tényleg már régóta benne van az erőemelésben, hiszen Miki már 30 éve benne van így a magyar erőemelés kötelékeiben. És azért hoztuk pont most össze ezt a régóta tervezett részt, mert elnökválasztás lesz a MERSZ-ben, a Magyar Erőemelő Szövetségben, és Miki indulni fog az elnöki pozícióért, és senki ellen nem akarunk kampányolni, de Miki mellett mi mindenképpen szeretnénk. Szóval, szerettem volna ezzel a videóval egy picit így a Fekete Miklóst, mint elnök jelöltet is megismertetni veletek, bár nyilván nem a nézők fognak szavazni elsősorban, de remélem azért, hogy minél több emberhez eljut majd ez a podcast, minél több olyan emberhez, akik majd döntési joggal is rendelkeznek. Szóval, mielőtt még elfelejtem, és mielőtt rátérnénk az adásra, hogyha Mikihez van valamilyen kérdésetek, akkor itt, vagy itt a hozzászólásokban meg tudjátok tenni, és ő nézni fogja és válaszolni fog rá, vagy Facebookon még nincs fönn, és emiatt kapja is az ívet rendesen mindenkitől, hogy most már azért kéne egy Facebook fiókot csinálni, de vagy ide kirakom az elérhetőségét a mi ez? Most vettük fel a másfőres podcastot, és kicsit már fáradt vagyok, szóval kirakom ide az elérhetőségét le a megjegyzések, vagyis a leírásba, és akkor ott is tudtok tőle kérdezni, ha ilyesmit szeretnétek. És igen, és mielőtt rátérünk a podcastra, azelőtt képzeljétek el, hogy van egy olyan bejelentés, hogy van egy szponzorunk, tehát egy olyan szponzor, aki ténylegesen nekünk adott egy kuponkódot, hogy azt használhatjuk, és hogyha a kuponkóddal rendeltek, akkor abból kapunk mi is egy kis pénzt, ami tök jó, mert tudunk új tárcsákat venni a teremben, meg ilyesmi. És ez a szponzor, ez a Movtech masszázspisztoly. Csináltam róla egy videót, és na hát, első szponzor, és mint olyan, kicsit így óckodom ettől az egésztől, mert tudjátok, nem akarom így eladni magunkat, hogy hú, most mindenki vegyen ilyet, meg mindenki vegyen olyat, meg nem tudom, fogyasztó poroknak nem akarunk a szponzorai lenni, meg mindenféle gagyi terméknek, és a Movtech-es masszázspisztoly, és úgy voltam, hogy én valószínű, hogy ezt fogom tudni jól használni az erőemelő edzésekhez, de azért nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy parasztvakítás az egész, kipróbáltam, és most, hogy már egy kb. Nem tudom, másfél-két hónapja használom, most döntöttünk úgy, hogy na jó, ez egy jó cucc, és bátran ajánljuk mindenkinek. Csináltam róla egy összehasonlító videót, amiben elmondtam, hogy mire jó ez az egész, nekem milyen tapasztalataim vannak vele, illetve a csapatban milyen tapasztalatok vannak, és a magyar termékekhez képest milyen ez a masszázspisztoly.
Szóval, hogyha ez érdekel titeket, akkor csekkoljátok így, ez is itt lesz a leírásban, annak a videónak a linkje, és ha szeretnétek egy ilyen masszázspisztolyt venni, akkor itt jön most a reklám helye, és az, amit már nem is tudom, egy minden valamire való podcastban beszoktak jelenteni, hogy a szponzorunk a Moftek, és ha a PVB7 kuponkódot beütitek, akkor 7%-kal olcsóbban tudjátok megkapni a masszázspisztolyotokat, ami egyébként az alapmodell azt hiszem 40 000 forintba került, tehát 7% ebből még le fog jönni. Én ezt az alapmodellt szoktam mindenkinek javasolni, mert bőven elég, teljesen jó, minden tud, ami kell nekünk. Na, de nagyjából ennyi. Ha érdekel a véleményemről, akkor azt a videót úgyis csekkoljátok, és hogyha használjátok ezt a kuponkódot a vásárláskor, akkor azt nagyon megköszönöm nektek. Ha nem, akkor meg ez van, és remélem, hogy továbbra is a szponzorok ellenére is hallgatni fogjátok a PVV podcastot. Körülbelül egy ilyen 5-8 percenként az adás meg fogja szakítani egy ilyen kis szponzor blokk, amiben a masszázspisztoly jó hatásairól beszélünk, ez remélem nem zavar titeket, de nyilván csak viccelek, nem lesz ilyen. Na, nézzük a Fekete Mikis podcastot. Na hát akkor sok szeretettel üdvözöllek Miki a podcastban. Azt kell tudni rólad, hogy beszéltünk már sokszor arról, hogy majd podcast, meg interjú, meg nem tudom, és úgy nem nagyon szeret szerepelni, és ez egy kivételes alkalom most ilyen szempontból. Egyszer már a Tibivel ugye volt egy beszélgetés, amit felvettünk, és azt nagyon szerették az emberek. Szóval mondhatod, hogy visszatérsz most az adásba. Figyelj, kezdjük már onnan, mert ilyenről régen beszéltünk, hogy mi az edzés neked mostanában, mennyire van most fókuszban, milyen célok vannak így 2021-re, és a többi. Az edzés mindig fókuszban van nálam, ez már 30 éve így van. E körül forog az életem gyakorlatilag. Egy célom van, igazából, amit úgy tényleg szeretnék elérni, az a magyar felnőtt csúcsot beállítani, megdönteni összetettben, esetleg ugolásban, fekvenyomásban és felhúzásban is, 93 kilóban, ami tavaly már majdnem sikerült legalábbis megkocogtatni, de szeretném, hogyha ez valóság lenne, és jegyzőkönyvek alapján is ott lenne csúcsként. Tavaly volt ugye az utolsó versenyed az OB, és ott, ha jól emlékszem, akkor dobogóra is kerültél abszolútban, igaz? Igen, igen. Azt hiszem harmadik helyen zártad abszolútban, és egyéni csúcsok voltak, igaz? Jól emlékszem? A googlásban egyéni csúcs volt, és a felhúzásban is, igen. A nyomásban ott van. Hogy van ez egyébként? Mert beszélgettünk már így érintőlegesen erről, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért, na te is most mondtad, 30 éve nyomod ezt az egészet. Ahhoz, hogy nyilván az egyéni legjobbjait 30 év után is az ember meg tudja dönteni, akár csak 2,5-5 kilóval, csak, hát az azért már nem kevés, ugye tudjuk, ahhoz azért fókuszban kell tartani ezt az egészet, és azért is kérdeztem, hogy mennyire van fókuszban, mert hát tudom, hogy nyilván családapaként, meg vállalkozások vezetőjeként azért van elég dolgod, és én azt vettem észre, hogy minél inkább a figyelmem elforgácsolódik több irányban, annál nehezebb edzésen azt a, nyilván katonaként megcsináljuk a munkát, de hogy azt a lelkesedést, azt a kis plusz belecsempészti mindig a dologba, amitől úgy az emberben a tűz úgy ég, és érted, hogy miről beszélek. Ez neked hogy sikerül, vagy ezt te hogy állsz hozzá? Nem akarok nagy szavakat használni, nekem gyakorlatilag egy életformává alakult ez ennyi idő alatt, és soha nem is volt kérdés, én kötelességtudó ember vagyok eléggé, nekem nem volt így kérdés, hogy most motivált vagyok, nem vagyok motivált, ezt meg kell csinálni, mert egyszerűen életforma, tehát ahogy te nem gondolkozol, hogy most motivált vagy lélegezni, vagy nem vagy motivált lélegezni, lélegzel. Én szeretem csinálni, ez az életem, ez a sport, tehát edzésileg ebből a szempontból lehet, hogy furcsát mondok, de nem kell magam motiválni. Vannak rossz napok, amikor nem megy annyira, vannak jó napok, de ez nem befolyásol hosszú távon, tehát mindig a célt nézem, ugye versenyzői szemlélettel, tehát nem csak azért, hogy az örömöm meglegyen, tehát én nyerni akarok a versenyen, és a versenyre készülök. És mennyire, milyen gyakran van neked olyan, erre tök kíváncsi vagyok, hogy úgy állsz mondjuk a rúd alá egy guggolásnál, hogy már tudod, előtte órákkal gondolkozol rajta, hogy fú, azt a számot ma meg kéne ütni, és
már úgy tudod, megvan ez a bizsergés, és úgy mész oda, hogy fú, de megcsinálom, hogy ilyen milyen gyakran van, vagy versenyen van már inkább ilyen, és egyébként edzés az csak edzés. Hát ez egy fejlődési görbe az évek alatt. Régebben sokszor volt, de ahogy tapasztaltabb versenyző lettem, ott már csak a versenyekre volt inkább ez a nagyon kemény, hogy végigjátszottam folyamatosan, és már azzal feküdtem le, hogy ennyit fogok csinálni. Az edzéseken többek között azért, mert ebben a rendszerű edzésmódszerben, amit a Szimcsina Misi bácsival csinálunk, ebben nem nagyon szoktunk maxolni. Tehát itt nincs szükség arra, hogy én hörögve, vérhabot fújva menjek a rúd alá. Általában álmomból felébreszte, és megcsinálom azokat a súlyokat. Aha, persze, nyilván, de amikor mondjuk az van, hogy nem tudom, kell csinálni 3x3-at, tudom én, 83%-ban, vagy akármi, akkor tudjuk azt, hogy ha úgy áll oda az ember, hogy nagyon megvan belülről az a tűz, akkor lehet, hogy egy picit könnyebb, mint hogyha úgy áll oda, mint hogy na, ez egy feladat, és meg kell csinálni. És én azt vettem észre, hogy akinél, hogy is mondjam, hogy aki versenyen tudja ezt előhozni magából, és edzésen viszont annyira nem szereti, vagy nem tudja, vagy már ez annyira nincs meg, annak elég nagy szakadék szokott lenni az edzés és a verseny teljesítmény között, ami nem feltétlen baj szerintem egyáltalán, csak ezt olyankor bele kell számolni. Ezzel te is így vagy egyébként, hogy mintha így emlékeznék, hogy a verseny számaid azért jóval magasabbak szoktak lenni, mint az edzés számaid. Igen, nem mindig volt így. Régen, amikor Árvai Pisti volt az edzőm, akkor olyan módszerben dolgoztunk, hogy az edzésen följebb mentünk nagyon gyakran a versenyfogásokra, vagy a versenyfogásoktól is följebb, és ez igazából az önbizalom hiányra volt visszavezethető. Tehát amióta nekem körülbelül 20 év kellett, hogy megérjek versenyzőként, tényleg az agyam megérjen, és ne legyek félős. Én nagyon félős voltam a versenyektől. Mindig nagyon jó voltam a sportokban, amit csináltam, de fejben féltem, és sokszor félelemből nyertem meg versenyeket, akár judóban, akár erőemelésben. De ez nem jó élversenyzőként, tehát nemzetközi szinten már ez nem elég. És úgy gondolom, hogy régen azért mentem azokra a nagy súlyokra, mert nem bíztam magamban, hogy ezt meg tudom vajon majd csinálni a versenyen. És az igazi kiforrott versenyző az a mai fejem, vagy a mai tudásom szerint, aki akár közelében nincs a súlyoknak, amit a versenyen fog csinálni, de ott ugyanolyan magabiztossággal kimegy és megcsinálja. És ezt nem hiszi el az ember, amíg át nem éli, hogy ilyen van. Tehát pont fordítva látom ezt a logikát. Nekem volt olyan az egyik Masters EB Svédországban, amit megnyertem, és nem tudtam guggolni, mert annyira fájt a lábam. 170 kiló volt a felkészülés során a legmagasabb guggolás, amit csináltam. 170 kilóval dolgoztam. És 255-öt guggoltam ott. A semmiből. De már megvolt ez a hitem magamban és az edzőmben. Hogy én tudom, hogy ha azt mondja az edző, hogy ezt meg fogom csinálni, akkor én ezt meg fogom csinálni. És megvannak az ilyen számok a fejedben? Mert én azt vettem észre, hogy akkor, hogyha az ember kevésbé megy közel, a kevésbé közelíti meg edzésen azokat a számokat, amit versenyen meg akar, nyilván nem csináljuk meg, de hogy nem tudom, ha nem mész föl akár mondjuk 95%-áig sem, hanem csak alacsonyabb, vagy nagyobb lesz a szakadék, akkor meg kell, hogy legyen az embernek a fejében az a fogóckodó, hogy tudom, hogy amikor múltkori versenyen csináltam X-et, akkor mit tudom én, a 5x5-ös szériám az ennyi volt, vagy a 3x3-as, és most a 3x3-as magasabb lett, tehát ebből én azt gondolom, hogy ha 5 kilóval az nőtt, akkor a verseny maximum is már 5-tel nőtt. Ilyeneken te agyalsz, vagy azt mondod, hogy ezt az edződre bízott teljesen? Elemző típus vagyok, az edzőmre bízom egyrészt, de én pontosan tudom ennyi év után, hogy körülbelül mire leszek képes. Mondjuk egy 3x3-ból, vagy egy 2x2-ből. Tehát az ember már tudja. Meg tudom tippelni mondjuk a guggolásnál,
ott nehéz, mert az egy tényleg félelmetes gyakorlat, ugye ott mindig az emberben benne van a druk, ott halálfélelme van az embernek. Egy nagy súlynál, ugye életedben még nem voltál azon a súlyon, és odaállsz, és gyakorlatilag ez a dive bomb, ugye, hogy mondják ezt magyarul, hogy belebombázó repül, zuhansz gyakorlatilag, és mégis felállsz vele, és életed legkönnyebb guggolásának tűnik, így a videón visszanézve. Szóval a guggolásnál nehéz megítélni, talán, de ott is egy jó 5-7,5 kilónyira tudom. És ott ez még egy biztonságérzetet is ad, hogy nem tudod pontosan esetleg. Mert hogyha arra kell menned, hogy plusz 2 kilót, vagy plusz 5 kilót vállalj, mert muszáj a verseny miatt, nem félsz, hogy nem tudod, hogy azt meg tudod-e csinálni, hanem úgy mész oda, hogy igen, ez rajta már, hogy megcsináljam. Fekvenyomást azt pontosabban be lehet lőni, azt 2,5 kilóra be tudom lőni általában. A felhúzás is kicsit olyan, mint a guggolás, azt is 5 kilónyira meg tudom mondani. De a pont az az 5 kiló jó oda, hogy vállaljam-e még, vagy ne vállaljam a verseny kedvéért. Tehát jó, hogy van egy ilyen bizonytalansági tényező, hiszen ezért szeretjük a focit is, ezért szeretik az emberek, mert kiszámíthatatlan. Az erőemelés is ebből a szempontból jó, ha kiszámíthatatlan. Aha, az élményhez hozzáad, vagy nem is tudom, igen, igen, mert végül is a versenysport erről szól. Az jutott még eszembe, hogy így ezt a 30 évet így emlegettük párszor, hogy nagyon régóta nyomod, és egyre jobb eredményekkel, hogy mi az, ami szerinted hosszú távon benne tartja az embert egy sportban? Mik azok a faktorok, ami szerinted a legfontosabb? Mert valószínű, hogy nem a forró fejű lelkesedés, ami a legelején van az első, nem tudom, 2-3-5 évben ki milyen típus, hanem más dolgok, de mik ezek? Az első szerintem teljesen szubjektív. Mindenki mást lát szépnek. Valaki szépnek lát egy nőt, valaki nem találja olyan szépnek. Valaki szépnek lát egy autót, valaki nem. Szerintem van egy ilyen szubjektív faktor benne, hogy valakinek tetszik ez, valakinek meg nem. Szerintem ez a legfontosabb. A másik, ami... Ezt most a fizikumra érted? Nem fizikumra értem. Nem fizikumra. Maga a sport szépsége, az az érzelem, amit ad neki. Tehát az az izgalom, amikor fellépsz a platformra, és az adrenalin elönt, és elvakítanak a fények, mondjuk egy jó nemzetközi versenyen, egy nagyon jó platform van, és nem ismerőseid a bírók, teljesen idegenek, ők tök semlegesen fognak téged elbírálni, rajtad áll minden. És mikor előjön a halálfélel, amikor kiállsz a guggolásra, hogy életedben még ekkora súly nem volt rajtad, és mégis megcsinálod, tehát ez egy bizonyos függőséget is okozhat az embernél. Nálam pont elkapott ez, van ez a szubjektív része. Objektív rész az inkább a személyiségtől függ, hogy mennyire kitartó. Én ezt gondolom. Tehát valaki egyszerűen kitartó, mert így van bedrótozva. Valaki meg belekap dolgokba, és nem csinálja végig. Igen, én egyre inkább úgy vélekedem egyébként így a fegyelemről, meg talán a kitartás is egy ilyen felhangú szó nekem, hogy ezek a dolgok ahhoz kellenek sokszor, amihez az embernek sokszor nincs annyira kedve. Nem? Tehát, hogy ahhoz nem kell fegyelem, hogy nem tudom, valami tök jó dolgot csináljak napközben, mert hát azt van kedvem csinálni. Ha van egy jó könyv, hogy azt olvasni, akkor most nem kell fegyelem, hogy leüljek olvasni, mert alig bírom letenni. De aztán nyilván ez nem ilyen fekete-fehér, mert ezzel is szeretünk mindig. Vannak olyan időszakok, hogy hát lenne jobb dolgunk is, de azért lemegyünk, mert hát sportolók vagyunk. Igazad van, különben. Igazad van. De azért összességében érted? Azt akarom kérdezni, hogy ha valaki, az én szememben legalábbis, ha valakit a verseny motivál kizárólag, ez azért az a sport, ahol nagyon kevés verseny van. Tehát nem egy foci, ahol minden héten játszol egy meccset, hanem itt fél évente egy verseny van, vagy évente egy verseny, vagy ja, haladóbb szinten. És érted, hogy elég az egy alkalom fél évente, évente ahhoz, hogy az ember motiváltá váljon és szeresse azt az egészet, vagy én inkább az utóbbi mellett érvelek, de valószínűleg különbözőek vagyunk, vagy elsősorban magát az edzést kell szeretni, és a folyamatban benne lenni, és mellesleg pedig motiváltnak, jó, ha motivált az ember a versenyzésre, és azt is imádja. Én is inkább a másodikat mondanám, a folyamatot kell szeretni.
ugyan a én versenyző vagyok, tehát az eszemmel felmérem, hogy a versenyre kell erősnek lenni, tehát nem bánom, hogyha előtte 3 hónappal még nem vagyok csúcsformában, de a folyamatot imádja az ember. Magát azt az érzést, hogy a testet dolgozik, nekem voltak apró, nagyobb sérüléseim is, és mindig az edzés gyógyított meg. Tehát ha nem használod a tested, akkor elpusztul. Én feltettem egy kérdést a haladóbb tanítványaimnak most egy néhány hónapja, vagyis a haladóbb csapattagjainak, hogy válaszolják meg azt, hogy a következő 5 faktorból mi az, ami a leginkább motiválja őket a napi edzések elvégzésére. És olyanokat mondtam nekik, hogy a versenycélok, vagy ilyen lehetőséget adtam a versenycélok, a fizikumnak a fejlődése, a tükör gyakorlatilag, a közösség, a társaság, az, hogy egy ha nem is feltétlen személyesen, mármint hogy a magában az edzőteremben, ahol edzek, de összességében egy erőemelő identitásom van, és érzem, hogy én egy közösségnek a tagja vagyok, a magyar erőemelő közösségének is, érted? És mi volt még? Várj csak. Ja, és az, hogy az apró dolgokban élvezem azt, hogy fejlődjek mindig. És ez az utolsó 2 volt a nagyon-nagyon jellemző válasz egyébként. Nyilván a versenyzés is, akikről tudom, hogy számukra az a legeslegfontosabb, de az utolsó 2-t jelölték a legtöbben, és ilyen szempontból én marha fontosnak tartom azt, hogy tényleg az emberben kialakuljon egy erőemelő identitás, hogy én ez vagyok, és hogyha onnantól én az vagyok, én Wittmann Zsolt erőemelő vagyok, akkor igazából nem kérdezem meg magamtól, mint, és most erre, te is erre utalsz, szerintem, hogy lemenjek ma edzeni, mert hát basszus, hát én ezt csinálom, hát ez nem kérdés, és számomra egyébként egy kérdés viszont az, hogy ez az identitás tudat, ez hogyan alakul ki az emberben, mert ez szerintem egy fontos része annak is, hogy hosszú távon egy adott országban minél népszerűbb legyen az erőemelés, és minél inkább a közösség úgy vigye magával az embert. Az is alátámasztja, amit te mondasz, hogy azok az emberek, akiket én ismerek, és nagyon szeretnék megismertetni ezt a sportot, meg a szépségét átadni másoknak. Nem feltétlenül a versenyzés szépségéről beszélnek, bár az is egy óriási dolog, hanem erről, amit mondasz, ez az identitás, hogy erőemelő, és az apró kis javulás, személyes javulás öröme, hogy te javulhattál. A tükör nekem ebből a szempontból nem mondom, hogy másodlagos, örül az ember, ha jól néz ki, de az, hogy 10 kilóval többet googolok, az többet jelent azért nekem. Igen. Figyelj, és nagyjából szerintem meg is érkeztünk arra a pontra, ahol most szépen át tudom vezetni a témát arra, hogy ha arról beszélünk, hogy identitástudat, ha arról beszélünk, hogy egy nagy erőemelő közösségnek a része vagyok, és ez az egész dolog, amiben vagyunk, ez egyre menőbb, ez egyre bővül, egyre jobb érzés a részének lenni, akkor ezt a dolgot szerinted hogyan tudjuk mi edzőként, csapatvezetőként, sportolóként, az erőemelésben Magyarországon tevékenykedő szakemberként ezt még elősegíteni, és ezt még javítani. Mert ugye nem titok, hogy most a MERSZ életében egy hát nagyon sajnálatos változás előtt állunk, ugye szeretett elnök úrunk Rónaszéki András sajnos már nincs közöttünk, és hát most jön az elnök úr elbúcsúztatása után az új elnök választásnak a témája, és te is indulni fogsz az elnöki pozícióért. És egy picit ezt így is kérdezem tőled, mint erre a posztra pályázó ember, és úgy is, mint egy olyan, aki már nagyon régóta a sportban van, az SBD-vel ugye azt gondolom kiveszitek a részleteket ebből a témából, amit most kérdezek, meg a teremmel is, meg minden, tehát na, mit gondolsz erről, mit lehetne tenni azért, hogy menőbb legyen az erőemelés, a közösség nőjön, az egész egy olyan jobb élmény legyen még inkább, és a többi, és a többi. Most jön a kampánybeszéd. Az első dolog valószínűleg a meglévő bázisnak a megerősítése. Én összeírtam nyilván a kampány szakmai programomat,
amit majd a kampány során nyilvánossá is fogok tenni. Nagyon fontos, hogy a meglévő embereket megerősítsük, hogy jó helyen vannak, elismerjük őket jobban, akár a versenyrendezés színvonalát, akár a díjazás tekintve. Nem csak a versenyzőket, hanem a dolgozókat is, tehát az elnökségi tagok, a főtitkár. Szerintem ezt a professzionalizálódás irányába kellene elmozdítani. Anyagi keret szerintem található rá. Én pénzügyi szakterületen is dolgozom, tehát elég sok cégnek a pénzügyeit kellett már ráncba szedni. Olyannak is, amelyik nem feltétlenül fölfelé ment, hanem nagyon erősen lefelé. De az is veszélyes lehet, hogy a fölfelé megy, mert nagyon hamar el tudják költeni felelőtlen vállalásokkal a felfelé menő bevételeket is. Szóval szerintem az anyagi források lennének rá, első lépésben meg kell erősíteni a jelenlegi bázist. Erre kidolgoztam konkrétan a programokat, nem tudom, mennyire menjünk bele a részletekbe, tehát hogy mennyire konkrétumba kellene itt most a podcastben belevájkálni magunkat ebbe. Ezt te mondd meg nekem. Figyelj, igazából a abszolút kíváncsi vagyok így a gondolataidra ezzel kapcsolatban, hogy ha bázis, tömegbázis építése a cél, már pedig nyilván az, mert nyilván abból tudnak tehetségek is kibontakozni majd, és akkor belőlük lesznek a jó válogatott versenyzők, akik aztán hosszú távon példaképek lehetnek, és miattuk kezdik el majd sokan az erőemelést. Most, ha már ezt így kimondtam, ilyen nagyon nincs az erőemelésnek manapság, igaz? Vagy nagyon kevés ilyen alakja van szerintem a magyar erőemelésnek? Én már mondtam ezt neked több éve, amikor megismerkedtünk, hogy ti vagytok a legnagyobb, a Power Builder csapat a legnagyobb utánpótlás nevelő mozgalom gyakorlatilag az országban, akiről mondjuk 20 éve, de inkább 30 éve szinte, én hallottam, vagy ismerek, mert voltak intézményes példák is, például a Diákolimpia, ahol rengetegen voltak régen, vagy még a 80-as, 90-es évek elején rengeteg edzőterem volt, ahol a fiatalok mentek gyúrni, nem volt internet még, tehát sokan voltak, rengetegen voltunk a versenyeken. Ez is egyfajta utánpótlás volt, de ez nem volt egy tudatos erőfeszítés, hogy legyen utánpótlás, mert volt, adott volt, hogy voltak emberek. És a tiétek, a Power Builder az számomra egy formája az utánpótlás behozásának, ami abszolút tudatos. Nagyon érdekes, hogy ez üzleti alapon működik, tehát működhet üzleti alapon. Nem feltétlenül csak a szövetség tudja ezt elvégezni, és bátorítani kell szerintem az ilyen üzleti alapú kezdeményezéseket, amik a sportnak jót tesznek. Nem mondtam még konkrétumot. Igen. Nyilván vannak ötletek, hogy mit lehet tenni, de amikor azt mondtam, hogy a meglévő versenyzői bázis megerősítése, elismerése, simogatása, akkor én azt értettem az alatt, ha ezeket az embereket te megerősíted, hogy jó helyen vannak, látják, hogy van értelme, amit csinálnak, és konstruktívan áll hozzá a vezetés, vagy ugye az épp aktuális hatalom, most idézőjelben, akkor ők terjesztőivé válnak, és nagyköveteivé ennek a sportnak. És ennél jobb behozó vonalat nagyon nehéz találni. Mikor ragyog valaki az erőemelő identitását, hogy én erőemelő vagyok, és egy edzőteremben van, és megkérdezik az emberek, hogy te ki vagy, vagy hogy vagy te, vagy nem tudtad, hát erőemelő vagyok, és öregem, hát ez az a legmenőbb dolog a világon. Én rengeteg embert, a magam példáján tudom, tehát a magam életében, mikor még kereskedelmi termekbe kellett edzenem, őszinte részvéted, igen, akkor én rengeteg embert megtérítettem az erőemelésnek. És úgy, hogy ezek sima gyúrós emberkék voltak, vagy éppen csak fitnesselni mentek, de látták, hogy milyen kemény munka folyik, látták, hogy nézünk ki, tehát jól is néztünk ki, most a erőemelő sztendernekhez képest mondom, nem bodybuilding, és hogy kutya erősek voltunk.
és ezzel rengeteg embert, mert én személy szerint is behoztam, és ismerek másokat is, akik ezért jöttek, mert láttak egy erőemelőt, hogy ő milyen jó. Tehát ők minden versenyző, aki akinek feltámad az önbecsülése, hogy ő erőemelő, és megéri erőemelőnek lenni, ő egy nagykövet, terjesztő nagykövetté válik. Ez utánpótlást hoz azonnal. Igen, ebbe tökre igazad van. Én most elsősorban arra gondoltam, hogy a nagy példaképek, az olyanok, akik tényleg a legeredményesebbek a versenyeken, a legjobban néznek ki, mert nyilván egy laikusnak az is számít, a jó kiállásúak, szimpatikusak, kommunikálnak a social médián, ilyesmi, hogy ilyenekre van szükség, viszont igen, legalább akkor a szükség van arra is, hogy a sok, sok kisnak követe legyen a sportnak, mert amikor tényleg lemész egy terembe, és látsz egy erőemelőt edzeni, akkor nem feltétlen. Én azt hallottam már egyébként sokszor így külsősöktől, laikusoktól, hogy nem feltétlen az jön le elsőre, hogy hú, ő erőemelő, vagy hú, ő nem tudom, nagy súlyokkal ez, vagy valami, hanem az jön le, hogy olyan átgondoltan ez valaki, és olyan tudatosan, és úgy megvannak a kis bemelegítő rutin, a mozgások olyan összeszedettek, és az úgy leri az emberről, hogy nem csak úgy véletlen csinálja a dolgokat, hanem úgy megvan az edzésprogram, meg minden, és szerintem sokaknak egyébként ez az első dolog, amivel találkoz, vagy szembesülnek, hogy hú, ez olyan más, ez nem illik ide, amit ő csinál így a commercial terembe, ugye, hogy te is mondod. És igen, ez biztos, hogy meghozhatja az emberek kedvét, de szerintem baromi nagy szükség van ettől függetlenül arra is, hogy legyenek olyan példaképek, akikre tényleg nagyon fel lehet nézni, és akit egy kicsit a sporton belül nekünk sztárolni lehet. Igen. Ez egy kérdés? Gyakorlatilag igen, hogy te látsz-e ilyet ma, jelenleg Magyarországon, most nem feltétlenül kell nevesíteni, meg ilyesmi, de én nekem ez egy problémám, hogy a magyar, mondjuk egy OB-ről nem feltétlen tudok olyan embereket mondani, mondjuk nézzünk egy férfi OB-t, most ugye hímsoviniszta gondolkodásom legyen, tehát egy férfi OB-ről nem nagyon tudok olyan embereket mondani, akikre tényleg úgy azt mondanám, hogy a nagykövetei lehetnek úgy a sportnak, hogy ilyen tényleg magas szinten, hogy bevonzanak nagyon sok embert az ő tevékenységük által. És hogy vajon ez miért van, hogy nincs ilyen? Vagy szerinted van, csak nem tudom. Nézd, az erőemelés, ugye ismerni kell az erőemelés kialakulását, amikor a 50-es, 60-as években elkezdett, ez egy úgynevezett branch off volt, tehát egy leágazás a súlyemelésnek. És soha nem volt mainstream sport, egy nagyon rövid időt kivéve 80-as évek közepén Amerikában, amikor a TV, a CNN közvetítette az országos, az amerikai országost, vagy akár a világbajnokságot, még a Kazmaier időkben. Ez nem volt egy mainstream sport soha. Ami azt jelenti, hogy miért akarunk mainstreamek lenni, hogyha eredetünknél fogva sem voltunk sohasem azok. Tehát mi egy underground mozgalom vagyunk, és bizony, nagyon jól csináljuk azt a dolgot, hogy underground mozgalom vagyunk, mert rengeteg embert megszólítunk, és egyre többet. És egy idő után mainstream-é alakulunk. Én nem látom feltétlenül annak a szükségességét, hogy legyen egy Cristiano Ronaldo az erőemelésben, mert Ed Cohn a leghíresebb, vagy a legjobb erőemelő, aki valaha én ismerek a történelemben, vagy itt a magyar példáknál maradva Mészáros Laci, aki a fekvenyomó fenomén, talán öt ember élt a világon, aki annyit nyomott fekve, valaha, mint ő, ugye a RAV 300 fölötti nyomások, Árvai István, aki az edzőm volt, és gyakorlatilag az erőemelésnek nem is tudom, 80%-át a tudásnak tőle tanultam, és ittam magamba, és nem feltétlenül abból, amit mondott, hanem ahogy csinálta. Vagy a kisugárzása. Tehát ezt nem hiszi el az ember, hogy a kisugárzás ez ennyit jelent. De ő, ha azt mondjuk, hogy Árva István az utca emberének, senki nem fogja tudni, aki nem erőemelő berkekben van. Azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo, majdnem mindenki szinte ismeri. Igen, miért kell nekünk összehasonlítani magunkat ezekkel a nagyon népszerű mainstream sportokkal, ha nem ugyanaz a célközönségünk. Nem lesz minden ember
ből erőemelő. Mint ahogy nem lesz minden erőemelőből világbajnok. Ez így van jól. Igen, de beigazad van, viszont azért az erőemelés, akárhogy is nézzük, Magyarországon is, még azért nagyon kicsiben, de mondjuk ha az Egyesült Államokat nézzük, igenis, most már egy mainstream dolog lett, nem? Tehát jó, nyilván attól függ, hogy ezt hogy definiáljuk, de azért én nem tudom megtippelni, hogy hányszorosára növekedett az erőemelő bázis, vagy azoknak az embereknek a száma, akik már tudják, mi az az erőemelés az elmúlt 10 év során, de biztos, hogy nem 10-szeresére, hanem még sokkal nagyobbra. Sokszorozódott, viszont 8 milliárd ember él a Földön, tehát ebből mondjuk megkockáztatom, hogy 7 milliárd tudja, mi az a foci. Jó, és még onnan nagyon messze vagyunk attól a szinttől. A vízilabda, ami egy magyar sikersportág, nem mondhatnám mainstreamnek. Magyarországon az, mert tényleg sikersportág, és óriási, és örülünk neki. Én is vízilabda könyveken nőttem fel. De a vízilabdázókon kívül szinte senki sem ismeri a vízilabdásokat. Igen. És egyébként... És néznek ott a vízilabda legenda, mondjuk Kásás Tamás, vagy volt Benedek Tibi, ők a már vízilabda iránt érdeklődő gyerekeknél tényleg egy példakép, egy húzóerő, egy etalonná váltak, de azok a gyerekek már elkezdtek érdeklődni a vízilabda iránt. És az erőemelésben is így gondolom, hogy ha elkezd valaki érdeklődni a súlyzózás iránt, akkor Mészáros Laci, Árvai Pisti egy példaképpé válik. Manapság szerintem kevésbé, mert már nem a mostani kornak a sportolóiról beszélünk, és mint ahogy nem tudom, egy Maradona sem lesz a példaképe a mostani focistának. Szerintem Árvai Pisti sem feltétlenül, jó, más időintervallumokról beszélünk, de az Árvai Pisti sem feltétlenül fogja már olyan szinten motiválni, a tisztelet az meg lesz. Na érted, hogy mire akarok kiukadni. Tehát egy aktív versenyzőt szeretnél látni, aki félistenként emelkedik a többiek felé, és egy ilyen fantasztikus kisugárzása van. Én szeretnék ilyeneket látni, nem is egyet, hanem többet, mert szerintem ez jót tenne a sportnak, nagyon igen. Lehet, hogy fogsz ilyet látni. Érdekes, hogy ugye nekem a több évtized távlatából így visszanézek, hogy régenben milyenek voltak az erőemelő versenyek, meg az erőemelők, már én itt is egy óriási evolúciót látok. Tehát régebben jellemzően inkább utább emberek. Érzem, mit akarsz mondani, igen. Figyelj, az erőemelés manapság a mérnökök sportja lett, nem? Igen, tehát tényleg ezt, ha az erőemelést most mérnöki szemmel nézed meg, akkor rohadt egyszerű megtanulni, nagyon hasznos az egészségednek is, és az időtöltésednek is. Nem beszélve a civil életben, hogy nem ártasz a költözésnél, hogyha nagyon erős vagy, bár minden erőemelő után költözködni, meg cipekedni, nyilván, engem is beleértve. Viszont rohadt nagy súlyokat meg tudunk emelni, ha muszáj. Az azért egy jó dolog, igen. Az jutott még eszembe így az erőemelés, hogy is mondjam, elhelyezésével így az egész mai életünkön belül, hogy te a versenyzést, azt, vagy a versenyek rendezését te hogy képzeled el így hosszú távon? Mert van olyan vonal, így látjuk a más szövetségeknél is, meg nem tudom, ilyen-olyan versenyeken, hogy van olyan vonal, aki kicsit inkább egy showként képzeli el, és afelé akarja vinni az erőemelő versenyzést. Ugye most az SBD szervezte volna meg ezt a showdown-t Angliában, ahol ugye csak azt hiszem 10 nőt és férfit hívtak meg a világ legjobbjait, és ők csaptak volna össze egy ilyen tényleg egy show-szerű versenyen. És aztán van olyan is, aki azt mondja, hogy inkább az erőemelést egy ilyen hivatalosabb, egy ilyen olimpiai jellegű körítéssel kéne ellátni, és olyan versenyeket kéne rendezni, amik egyébként szerintem a magyar merces versenyeket jelenleg jobban jellemzik, ami tényleg egy olyan sterilebb, egy olyan sportabb és kevésbé showbb verseny. Szerinted melyik irányba kéne menni? Kérdezzük meg a versenyzőket. Aha. Ez egy nagyon jó kibúvó válasz volt.
Nem kibúvó válasz. Az én személyes preferenciám az, hogy tartsuk meg a sportjelleget, viszont kell több só. Mint ahogy tanuljunk a nagyobb sportokból, én anno, azt hiszem 2012-ben az IPF-et én képviseltem egy svájci konferencián, ahol a Nemzetközi Erőmerő Szövetséget le is fordítom, mert nem mindenki tudja, ahol a sportágakat összefogó világszervezet, többféle sportág volt, én az erőemelést képviseltem ott, beszéltek ezekről a dolgokról, hogy milyen irányba menjen. És rengeteg esettanulmányt láttunk, hogy az atlétika honnan indult, és hogy vitte fel magát, vagy a birkózás, a judo. A judo egy nagyon, nagyon jó példa erre. Hát, hogy tologatták egymást, taszolgatták egymást az emberek, de nem volt annyira látványos. Ahogy lettek látványelemek, lett tévékommentár, lett felvezetés, körítés, egy kis dráma belevíve ebbe az egészbe, ugye a konfrontáció, hogy a sorsolás a judónál, hogy egyik ágról jön ez, másik ágról az, aki még nem kapott ki soha, ennek meg nagyon szép fekete szakála van. Tehát ez egy nagyon jó dolog, és szerintem ez szükséges, és a sport, tehát ezt a nagyon-nagyon steril sportot már az olimpiai mozgalom sem így csinálja. Tehát már az olimpiai mozgalomnál is nagyon meg van tartva a sportjelleg, de az olimpiai sportoknál is több a sok. Szerintem vegyíteni kell. Igen, nyilván nem cirkusz kell csinálni egy versenyből, én is azt gondolom, de hogy a komoly jellegét az őrizze meg. De például szerintem, amit az amerikaiak kezdtek el csinálni, vagy tudomásunk szerint ők kezdték el ezt a prime time divízió bevezetését az OB-n. Mondjuk ez, jó, nyilván ehhez kell egy sokkal nagyobb tömegbázis, de hogy az például szerintem egy olyan dolog, amiben hosszú távon van potenciál, ugye most azok kedvére, akik ezt nem tudják hirtelen, hogy micsoda, ez azt jelenti, hogy az adott kategóriában, mondjuk a 93 kilósok közül nem mindenki együtt versenyez, hanem a kvalifikációs totálok alapján a top 10-et kiemelik, és ők kapnak egy olyan idősávot, amikor csak ők 10-en versenyeznek, és akkor ez egy pörgős, látványos verseny, mert ugye valljuk be, hogy az egy erőemelő versenynek a megtekintése azért nem a legizgalmasabb dolgok közé tartozik a világon, hogyha az ember nem a sportban van, hanem inkább nézőként így érdeklődik, vagy nem is tudom, van-e ilyen, aki nézőként érdeklődhet az erőemelés iránt, de ugye egy ilyen prime time, hogy is mondjam, divízió vagy idősáv bevezetése szerintem egy nagyon jó ötlet volt kint, és ezt nézik az emberek, mert az igazából nem biztos, hogy sok mindenkit érdekel, hogy a, nem tudom, 93 kilónál, hogyha most erről beszéltünk, a 40 fős mezőnyből a 35. helyezett az mennyit fog ugolni, viszont az a pár top versenyző, ők egy látványos versenyt tudnak csinálni. Nézd, szerintem ezt rengeteg sport már megoldotta, és csak tanulnunk kell tőlük. Én mondom, ezen a konferencián végignéztem ezeket az esettanulmányokat, tettem is javaslatot az IPF-nek, azóta, nem tudom, aki régebben követte, azóta van streaming, azóta van kommentálás, én voltam régen kommentátor a versenyeken. Tehát ez mindenképpen kell, amit mondasz, és például a súlyemelésben is van átcsoport, azt közvetíti a tévé. Ja. Tévések, akiknek a legjobb orruk van ehhez, hogy mi érdekes, ők már rég ezt a természetes szelekcióval kiszelektálták. És az olimpiát is azt közvetítik, a döntőket közvetítik, vagy az elődöntőt, vagy ami nagyon érdekes, vagy ami nagyon a népnek tetszik. Tehát e felé kell elmozdulni, be kell mutatnunk a jó oldalait, tehát az izgalmas oldalát, mert az emberek azért néznek erőmelő versenyt, vagy azért néznek focit, mert nem tudják előre, mi az eredmény. Tehát ez a megjósolhatatlanság érzete, ez ad egy olyan izgalmat, egy olyan adrenalint, amit még otthon a fotel elől is, vagy a fotelbe ülve is te élvezed a versenyt. És erre teljesen kialakult üzleti modellek vannak. És a karakterek, teszem hozzá. Tehát, hogy a karakterek csapnak össze, nem pedig... Hogyne, hát az emberi érzelmek. Nem a száraz tényekre kíváncsiak az emberek, hanem az érzelmekre. Mindig érzelmeket kell ütköztetni, mikor írunk egy cikket például az IPF magazinba, aminek
ugye az egyik szerkesztője vagyok. Ott is most a száraz tények jó, szép, de ott egy érdekességet, egy emberi vonatkozású dolgot kell behozni ahhoz, hogy az olvasható vagy emészthető legyen. Igen. A mellesleg, amit ti csináltatok, a PVB kupa, vagy nem, a bocsánat, a tavalyi OB felvezetésénél minden csúcsoporttól írtatok egy ilyen kis összefoglalót, és az nagyon tetszett nekem. Szerintem azt rutinná és rendszer szintűvé kellene tenni, hiszen a ott ülő néző nem feltétlenül tudja, hogy mi múlik most ezen, meg ki csap össze pontosan kivel, ez hozzáad az élményhez, és nagyon nagyot ad hozzá. Igen, és szerinted az egy reális cél, hogy nézők is legyenek egy erőemelő versenyen, vagy ezt felejtsük el, és örökké csak úgy is a családtagok? 2013, Norvégia, VB. Ötezren voltunk. Nem mondod komolyan azt. 5000-en voltunk, belépődíj 50 korona. Igenis, van lehetőség nézőket. És ott is csak be kellett marketingelni. Kellett a show, a fények, elsötétítés, reflektor a színpadon, hazai hősök, akik be voltak hype-olva a médiába, két világbajnok, nem csak egy világbajnok, hogy felnőtt ott, akit utána később elhoztunk az erőemelő edzőtáborba. Tehát ő nemzeti hősé vált ott, és 5000 norvég ordítva, nagyapa, unoka, dédunoka, mindenki. Azt a kis rázsát. 1987 Göteborg, a világbajnokság, IPF világbajnokság, több ezer ember tombol. De menjünk az IPF-en kívül, az oroszok által szervezett versenyek, ahol a Mészáros Laci néha tudósít. Ezre istenítik az erőt. Tehát igény van rá. Kérdés, hogy szolgáltatjuk-e. Igen, és ehhez nyilván az kéne, hogy a versenyek egy picit jobban nézhetőek, követhetőek legyenek, igaz? Igen. Hogyan? Van egy része, ami pénzkérdés. De most például már technikai feltételek adottak, önkéntesek, Neszeda Tomi és még a Rónaszéki András elnök úr felkérésére beszerződött egy csomó monitor, kivetítő, ami most már a nem laikus szakemberek vagy az érdeklődők láthatnak. Platform sorrend, ilyen sorrend, olyan sorrend, junior verseny, felnőtt verseny, ifi verseny, tehát mindent külön látsz, még ha egybe is van tartva. Tehát ez már technikailag adott. Ahhoz, hogy a nézőnek ez emészhető és jó legyen, nekik érzelmek kellenek. Azt a PVV kupán elég jól lehetett már látni, hogy az emberek vevők erre egy kis vicces kommentár, vagy egyszerűen csak annyi, hogy van egy jó, tényleg letisztult platform, a setup, ugye egy platform berendezés, és az ember rögtön úgy érzi magát, hogy ő van Rivalda fényben, mert ugye ez valamennyire mindannyian ebből a szempontból egoisták vagyunk, tehát azért csináljuk a versenyt, azért mutatjuk meg másoknak, hogy nekik mutassuk meg, hogy mi erősek vagyunk, mert én tudom magamról, hogy mennyit tudok guggolni, de most az nem ér semmit, hogyha az edzőteremben látom, tehát a versenyen kell megcsinálni. Tehát ez egy óriási előrelépés lenne, ha csak ilyen apró lépéssel, hogy a platform felállítás, letisztultság, sport, háttér, tehát nem egy ilyen, nem tudom, nem bordásfalak vannak a háttérben mondjuk. Aki volt régen, az Elem utcai súlyemelő terembe tartottunk versenyeket, tehát tényleg annál puritánabb balkáni körülményeket nem lehet elképzelni. Sportkörnyezet, de nem méltó egy országos bajnoksághoz, hogy ott tartsuk. Igen. Ez egy show, ezt meg kell érteni, hogy egy színpadi előadás módja van egy erőemelő versenynek is ma már, és úgy lenne jó, nem cirkusszá kell silányítani, tehát félreértés ne essék, egyáltalán nem kell cirkusszá silányítani, viszont bemutathatóvá, emészthetővé és élvezhetővé kell tenni. Igen. Lépésenként halad, ezt nem lehet egyszerre megcsinálni. Szerinted egyébként van realitása annak, hogy
vagy én inkább szeretném úgy feltenni a kérdést, mert hiszek benne, hogy van, hogy mikorra van realitása annak, hogy több kis verseny alakuljon Magyarországon, ahonnan regionális versenyek, ahonnan lehet kvalifikálni az OB-re, és egy kicsit ilyen több lépcsős játékká tudjuk ezt az egészet tenni, mert szerintem a játék, tehát az, hogy valamit kicsit ilyen játszmával, játékkal varázsoljunk, az nagyon fontos, mert akkor érzi az ember már a legalsó szinten is, hogy fú, nekem most a következő szintet meg kéne ütni, jó, azzal még nem az OB-re fog kvalifikálni, de már a megyeire majd kvalifikálok, és majd akkor izé, hogy ez, ennek van realitása, vagy ehhez még nagyon-nagyon kicsi sport ez Magyarországon? Hát inkább úgy mondom, hogy ez a múltban így volt. Tehát a múltban voltak felmérő versenyek, még ezzel, még a rendszerváltás ideje, ahol lehetett aranyelvényes sportoló valaki, ezüstjelvényes, tehát voltak ezek a fokozatok, még ez a kommunista rendszerből maradt ránk, és nálunk volt ilyen, még annó, és voltak megyei versenyek, és utána volt másodosztályú verseny, és utána mehettél az országos bajnokságra. Nem feltétlen volt így leszabályozva minden, de azt hiszem, hogy egy bizonyos szám elérésénél, ugye itt ki kell kalkulálni a versenyrendezői szempontokból, hogy mennyinél éri meg egy versenyt rendezni egyáltalán, tehát hogy túl kevés ember van, akkor nem biztos, hogy megéri azt a versenyt megrendezni, még ha még oly látványos is, ha csak nincs külső forrás, szponzor, támogatás, és így tovább, mert akkor tök jó ott a show, lehet jönni emberek, belépődíj, és mindenki csápolhat az első sorban a kedvencének. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó irány lenne. Mellesleg rangot is adna a magasabb szintű versenyeknek, tehát az alulévő emberek mindig egy nagyobb tisztelettel is aspirálnának, hogy jaj, de jó lenne már ott lennem. Igen, nagyon jó lenne ezt látni, hogy e felé haladunk, és örülök, ha te is ezt képviseled. Igen. Figyelj, kicsit átnyargva vagy másik témára. Cox kérdés. Mit kéne tennünk, vagy van-e realitása annak, hogy akár ez kevésbé legyen jelen a magyar erőemelésben? Mondom ezt úgy, hogy én azt gondolom, hogy azért nincs olyan nagyon vészesen jelen, tehát nincs ezáltal megfertőzve a magyar élmezőny sem olyan nagyon, de én szeretném azt látni, hogy még kevésbé lesz. Viszont ugye eddig a tesztelések azok sajnos elég, hát valószínűleg nem volt elég büdzsé arra, hogy mennyiségben kicsit komolyabb szintre lépjenek, de mit kéne, vagy hogy látod te így a jövőt ilyen szempontból? Mert a fekete Mikit mindenki úgy ismeri, hogy Cox ellenes, és a Miki üldözi ezt tűzzel vassal, amit én nagyon becsülök benned, mert én is így gondolok magamra. Ja. Én nem Cox ellenes vagyok, én csalás ellenes vagyok. Nekem nagyon sok barátom, aki szedett, sőt olyan edzőtársam is volt, aki szedett, de nem indult nálunk. És én még ellátogattam az ő versenyére, és segítettem, megismertem ott is rengeteg jó embert. Tehát ez nem kell úgy tekinteni erre, mintha ördögtől való lenne, ha valaki szed. Itt az a nagy kérdés, hogy akkor ne induljon itt, ahol nem szabad. Tehát ugye sokan szerintem azt mondják erre, hogy jó, hát persze, de nemzetköziben is mindenki, meg vannak olyanok, akik minden. Igen, ezt én is sokszor hallottam. Én személyesen ezt úgy válaszoltam meg, hogy engem nem zavart az, hogy kokszosokkal kell esetleg versenyeznem. Én hoztam, amit én tudok. De ez én vagyok. Tehát valaki más lehet, hogy ezt nem bírja elviselni, hogy ketten végeznek előtte, és hogy nemzetközibe is lehet. Nagyon érdekes kérdés, mert ezen töprengtem, hogy nekem kellene ebben dönteni, mit csinálnék, de az biztos, hogy a becsületed eladása nem ér annyit, hogy ezüst vagy arany, vagy akár 8., vagy 7. legyél, vagy 5., vagy akár első. Ez szilárd meggyőződésem, de nem mindenki osztja. És akik nem osztják, azokat valószínű, hogy nem lelki úton kell meggyőzni arról, hogy ez nem egy helyes út, mert hát, na, érted, az azért egy... Én azért hiszek a meggyőzés erejében, nem mindig sikerül, de igen, tehát intézményesen nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ha mi úgy döntünk,
a tagszervezetek, hogy itt ne legyen doping, akkor ha valaki ezt tényleg akarja, akkor pillanatok alatt nem lesz. Eddig nem volt elég nagy akarás, erre mit gondolsz? Azt gondolom, hogy András, ugye, ő rengeteget tett 2004 után, hogy ne legyen. És mert előtte ezt valljuk be, tehát nem is volt ilyen, hogy nem dopingol valaki szinte, tehát azok voltak a furcsa emberek. És ez egy teljesen normális dolog volt gyakorlatilag. Aztán, ahogy jött az aténi doping botrány, ugye a magyar antidoping csoport nagyobb szerepet kapott állami szinten is, és rengeteg nagy fiaskó volt. Magyarországnak is, ugye, hogy két aranyérem gyakorlatilag így elúszott az olimpián Athénban dopingügy miatt, és utána András, azt én nem tudom, mert akkor nem beszéltem vele, hogy ő hogy, de eldöntötte valahogy, hogy akkor ennek vége, és figyelem került erre. Nem volt szigorú ellenőrzés, nagyon érdekes, és az embereknek a becsület érzését, vagy az embereknek a tisztességét mutatta az nekem, hogy aki szedett, az inkább elment. És nem azért, mert jött a doping ellenőr, és üldözték feltétlenül, hanem egyszerűen érezte, hogy ez így nem oké, itt már most nem lehet, most már ki is mondták. Nyilvánvaló, inkább elmentek. És én ezt becsülöm. És nagyjából ezzel egy időben zajlott ez a kicsit... Én szeretném azt hinni, hogy megtisztulási folyamat az IPF-en belül is, amikor súlycsoportváltások voltak. Jó, előtte volt még ez egy kicsivel, de hogy a kettő valamennyire egybevág, hogy nemzetközi szinten is azért erre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Figyelj, ugye az ember benne van egy kicsit a sport politikában, vagy a nemzetközi vezetésben. Az Olimpiai Bizottság, ahova mi próbálunk mindenhogy bejutni, így vagy úgy, akár téli olimpia, vagy tavaszi olimpia, vagy őszi olimpia, vagy tök mindig valamilyen olimpiára jussunk már be. Na, erről is kérdezlek majd, igen. Az nagyon szigorú ebben a tekintetben, ugyanis nagyon tartják magukat a kubertini elvekhez, ugye az újkori olimpiák alapítójának az elveihez, hogy itt bizony fel kell mutatni bizony statisztikákat, hogy küzdesz a doping ellen. Nem tudsz mit csinálni, ha be akarsz kerülni oda, akkor muszáj megfelelni ezeknek. Most az, hogy én ezzel személy szerint egyetértek, vagy örülök, az egy jó dolog, de ha nem értenék egyet és nem örülnék, akkor is ezt kéne csinálni. Ahhoz, hogy a olimpiai sportág felé mozdulhassunk el. És ezt tenni kell. Lehet hatékonyan is tenni, lehet kevésbé hatékonyan is tenni, de valamit muszáj csinálni, mert különben soha nem leszünk olimpiai sport, vagy nem leszünk annyira elismert, mint egy olimpiai sport. És akkor, ha már egyszer elhangzott az olimpia szó, jó lenne, hogyha olimpiai sport lennénk? Rossz lenne, ha olimpiai sport lennénk. Én azt gondolom, hogy igen, de aztán lehet, hogy marhára nincs igazam. Én azt gondolom, hogy azzal a mi kis amatőr, kis buborékunk, amiben benne vagyunk, az egy kicsit felzavarodna. Az az állóvíz, az felzavarodna. És jönne jobban a korrupció, jönne Így jobban van. minden szar fentről. Nem tudom, hogy ez megérné, és én azt gondolom személy szerint, ez az én véleményem, hogy az olyan sportágakban, amelyek olimpiai sportágak, és ahol tényleg az emberek, a sportolók megélhetésükért dolgoznak, és űzik a sportjukat, ott a dopping az kiirthatatlan lesz mindig is, és a csalók mindig is meglesznek, és én úgy gondolom, tehát számomra mindez elég érv ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én szeretném inkább, hogy ne legyen, ha lehetne választani, ha engem kérdeznének most holnap, hogy én döntsem el, de ott vannak azért a nagyon... Melyik új az elnök választáson? ott vannak a nagyon vonzó dolgok is, hogy azért menő lenne basszus látni, hogy áramlik a pénz a sportba, bár azért fele tudja mondjuk egy súlyemelésben, nem tudom, hogy mennyire látom ezt, hogy jobb helyzetben lennének, mint mi. Fú, nem tudom, sok mindent mondtam most egyszerre, nagyjából én így vélekedek erről. Megértem, ez tényleg minden gondolkodó embernél ez egy dilemma. Úgy gondolom én, hogy ha
Mondjuk, hogy a FIFA, a Nemzetközi Futballszövetség egy rendkívül korrupt, mindig robbanak ki a botrányok, lemondott az elnök, sikkasztás az európai vezető, de ez, tudjuk, hogy ilyen. Tudjuk, hogy doppingolják esetleg a top csapatokat, vagy a válogatottakat a futballban, de nézd rá a kisgyerekre, aki a grundon focizik, ez elveszt neki az öröméből, amit a futball ad neki. Semmit nem vesz meg. Tudjuk, hogy ilyen a világ. Lehet, hogy a politika minden egy szinten felül, már annyira szövevényes és mocskos, hogy nem tudod tisztán tartani magad, de attól még a családod ugyanúgy létezik, te ugyanúgy létezel. Tehát van egy szint, ahol neked kell tartani, hogy kint tartod a rosszat, meg a trágyát az életedből. És az erőemelésben is szerintem van egy ilyen, hogy mi attól kint tarthatjuk a trágyát, hogy a legteteje esetleg olyan. Én szerintem nem feltétlenül. Sőt, azt mondaná, ha rajtam múlna, én azonnal rábólintanék, mert egy új kihívás lenne, hogy olimpiai sportág vagyunk, és akkor meg kellene oldani azokat a dolgokat. Szerinted van ennek realitása mondjuk a következő 20 évben? Következő 20 évben van. Nem mainstream olimpiai sporttá válni, hanem az olimpiai sport státuszt elérni, ami más, mint hogy a tévé közvetít. Egész más. Hát az IPF tárgyalásokban van, többször beszélek ugye a vezetőséggel erről. Tudom nagyjából, hogy állunk, mindig beadunk egy 1000 oldalas beadványt, amivel leírjuk, hogy milyen jó srácok vagyunk. Ők visszatolják, hogy nincs elég nő, nincs elég akármi a bizottságban, nincs kiskorúak védelmezésére külön felállított bizottság. Tehát ilyen, de tényleg ez a bürokratikus dolgokat, de valójában azt gondolom, hogy nem akarják azonnal, hogy ott legyen az erőmelés, mert egy veszélyeztetett sport, amit mondasz, tehát a doping miatt. Nemzetközi szinten mindenki. És ugye a súlyemelés is egyre inkább. Hát a súlyemelés is, ami egy fantasztikus sport, és az, hogy ez felmerül egyáltalán valakiben az olimpiai bizottságban, hogy a birkózás, vagy a súlyemelés ne legyen az olimpián, de legyen krikett, meg softball, vagy most nem akarok senkit megsérteni, de nevetséges. Ez tehát az a citius, altius, fortius, ugye a gyorsabban, magasabbra, erősebben alapelv, most ne a ultiban jöjjön már ki, hogy ez egy olimpiai sport, tehát jöjjön ki az emelésben, jöjjön ki a sprintben, jöjjön ki a távolugrásban, vagy akár. Igen. Tehát a sport alapdefinícióját csúfoljuk meg, hogyha ilyen sport, mint a birkózás, egyáltalán megfenye. Szerintem ezek lehet politikai játszánk. Aki erre gondol, hogy a birkózást ki kéne venni, azt szerintem szimplán őrült. Igen. És arra fogni, hogy dopping által szennyezett, hát valószínű, hogy erre ez megint csak egy ilyen mondva csinált indok. Mert... Abszolút, tehát tényleg az ember, aki azért benne van az erőemelésben, látja, tehát az atlétikát látja, látja a testalkatokon. Persze. Nem tudom, tehát most nem értek minden sporthoz, de az úszásban is gondolom, tehát rengeteg visszaélés, doping visszaélés lehetséges, szerintem még intézményesen is. Igen, tehát az egy kicsit hamis indok, egyszerűen még nem vagyunk elég szexi sport ahhoz, hogy ott legyen. Igen, nincs még elég sok pénz benne ehhez, igen. Az jutott még eszembe, ha már így ilyen nemzetközi dolgokról beszélünk, hogy nemzetközi szinten milyen a megítélése most a magyar erőemelésnek, ezt te hogy látod? Nincs megítélése. Nincs? Ez az egyszerű, brutális válaszom most. Tehát gyakorlatilag csak egy ilyen futottak még nemzet vagyunk a sok közül, és ennyi. Hát fájó mondani, de ugye a 90-es évek meg a 2000-es évek elejének a sikerei után, igen. Azért van ez szerinted amúgy, mert kevesen vagyunk még Magyarországon?
Akik Erről erről merül? emelnek? Aha. Nem tudom elképzelni, hogy A mondjuk egy kiváltók nem Franciaországban ez, sokkal többen vannak. a kiváltók nem ez, hogy mi kevesen vagyunk Magyarországon, mert kevesen vagyunk, lehetnénk sokkal többen. A kiváltók inkább az, hogy nincs nagyon tudatos stratégiánk arra, hogy szakmai tudással edzőket vértezzünk fel a legmodernebb eszközökkel, és nagy tömegbázis behozva a tölcsér alján kipotyogjanak azok a kivételesen tehetséges versenyzők, akik hírnevet hoznának nekünk megint. Ezt így csinálják mások? Mit tudsz erről, hogy milyen modellek Norvégia működnek így csinálta. Azt arra a konkrét példát tudok. Tehát nagyon lepukkant volt a norvég erőemelés. 2000, már nem is emlékszem mikor, 2000, talán 2000-ben vagy 98-ban indult el, oda került aki most a Nemzetközi Erőmű Szövetség pénztárosa, Dietmar Wolf, aki jó barátunk, és őt is ide. Most ha kampányolok, akkor azt mondom, mert ez az igazság, hogy én hoztam ide, hogy edzőképzést tartson, mert tényleg én hoztam ide, még a pénzt is nekem kellett összeszedni rá. Tehát ő elindult, és állami támogatással tudatosan elkezdtek klubokat kinevelni, de edzőket is. És tehát ugye Dietmar a német súlyemelésből érkezett, tehát súlyemelő gyökerekkel rendelkezett, tehát az eléggé kikutatott és tudományos terület volt már, és az erőemelésre ráhúzták ezt a dolgot. És Norvégia 2008-tól mondjuk 2015-ig meghatározó erő volt az erőemelésben mindig. 10 év kellett nekik hozzá, hogy felhozzák ennyire. És azt gondolom, hogy mivel nálunk régen nagyon jó versenyzők voltak, tehát iszonyatos tapasztalat és tudásanyag van már most is a meglévő emberekben, és itt gondolok tényleg Mészáros Lacira, Árvai Pistire, vagy a régebbi nagyon jó bajnokok, de a maiaknál is. Amit egyszerűen ki kellene aknáznunk, és csatornába irányítva kiképezni edzőket, hogy le tudják ezt adni, ezt a tudásanyagot a saját embereiknek, akik elég kitartóak. Egy másik példa erre nekem, ugye 2016-ban vagy 5-ben költöztem Nyíregyházára, akkor még nem volt ott erőemelő csapat, és találkoztam egy-két fiatallal, ugye ebbe a csapatba volt Kulcsár, Dávid, Serez Zoli, nagyon, nagyon jó fiatal csapat volt, és Misi bácsi, aki senki nem tudta, hogy ki ő, én mondtam, hogy álljunk össze, mert én tudtam, hogy ő ki, tudtam, hogy egy nagyon sikeres edző a Ukrajnából, álljunk össze, és csináljunk belőlük egy csapatot. És ez a csapat 3 vagy 4 éven belül csapatbajnok lett felnőttben. És ma is azt mondom, hogy Kulcsár Dávid, ő az évtized tehetsége volt számomra. Nem láttam még ennyire jó reagált az edzésekre, akarta, tehát ilyen embereket ki lehet nevelni. De kellett hozzá Misi bácsi 40 éves szaktudása. Meg az, hogy fel legyen karolva, menjünk versenyre, szerezzünk pénzt, tehát baráti viszonyban lenni. Igen, és hogyha most kicsit ilyen program szinten beszélünk erről, akkor te hogy képzeled el így az utánpótlás nevelést, mert beszéltünk arról, hogy legyen szexibb ez az egész erőemelősdi, és azáltal több emberbe vonzunk, de azt gondolom, hogy ez azért főleg a, nem tudom, 20 plusz, 25 pluszos korosztályt tudja már bevonzani az, hogyha egy csoport az tényleg olyanok a versenyek, meg lehet neten követni, meg nem tudom, de ahhoz, hogy valaki jó versenyző legyen, azért valószínűleg nem árt, hogyha már nem tudom, hát ifiben elkezdi a versenyzést. Hogy lehet,
Azt látom egyébként én, hogy az erőemelésben azok jeleskednek így világszerte, akik más sportokban jók voltak, aztán onnan kihullottak, de már egész jó alapokra tettek szert, és akkor rátaláltak az erőemelésre már 20 évesen, és szépen felfejlődtek. De hogy elképzelhetően állunk az, hogy már 14 éves kortól mondjuk, vagy nem tudom, ahogy te gondolod, olyan időskortól valahogy felkutassuk a tehetségeket, mit tudom én, általános iskolákba, vagy inkább azt mondom, gimikbe járni, és toborozni, ilyesmi. Hogy kéne ezt csinálni? Kétféle, tehát van a tömegbázis, és van az utánpótlás nevelés. Két különálló téma. A tömegbázisban, amit mondtam, a 20 évesek is bárki beletartozik. Minél több ember jön, mert eljön mondjuk egy apuka, és lehet, hogy a fiából erőemelőt akar majd csinálni. Az apukából már nem lesz soha világbajnok, de a fiából még lehet, hogy lesz, mert nagyon tetszik neki. Ez a tömegbázis része, ezt mint mondottam, népszerűsítéssel, a show jelleggel, illetve azzal, hogy megerősítjük a meglévő bázist, hogy az erőemelő identitás tudat kialakul, ők terjeszteni fogják és vinni fogják a hírt, hogy ez mennyire jó sport. Illetve ilyen mozgalmak, mint a PVB mozgalom, ez viszi a hírt. A social media ugye a kezére játszik ennek a terjesztésnek, tehát ez egy nagyon jó eszköz. Az utánpótlás az egy másik téma, mert az utánpótlás a versenysportot feltételezi nálam. És ott a Keletereje Egyesület, amikor elkezdtük összeszedni a gyerekeket, a osztálytársak voltak, tehát jöttek maguktól. Meghallották, hogy itt van edzés, jaj, de jó, hogy lehet erősen, de erős vagy, én is jövök. És 16-18 éves gyerekek voltak. Így kerültek be, és rengetegen voltunk már a végén, nem tudom, tényleg rengeteg gyerek volt. Azt gondolom, ez egy elszigetelt példa, mert ott volt Misi bácsi, ott voltam én is, és akkor folyamatosan tudtuk a gyerekeket pátyogatni, de legfőképp egymást is tápolták, azt el kell mondjam. Tehát nagyon jó volt a csapat. Intézményesen utánpótlást nevelni ugyanúgy lehetne, hogy ezt a tudást, amivel mondjuk a Misi bácsi edző, vagy Mészáros Laci, vagy Árvai, vagy ezek az emberek rendelkeznek, hogy ezt átadjuk edzőknek, hogy ők, akiket ismernek a diákolimpiai tesi tanárok akár, vagy akárki, hogy ők is tudjanak segíteni. Mert nincs szaktudás, tehát lehet, hogy azt hiszük, hogy van szaktudás, de nincs. Vagy nincs elég, mert az erőemelés egy olyan sport, amit könyvből, internetről nem lehet megtanulni, mert a 70%-át legalább figyelve kell megtanulni, vagy gyakorlatból. És ha ezt nem a legjobbak tanítják, a legképzettebb edzők, vagy a legjobb volt versenyzők, akkor ez nem lesz olyan sikeres, mert elmegy a kedvük az utánpótlás korúaknak. Nem lesznek eredményesek. Különben mellesleg, én még éltem abban a korban, amikor 1500 gyerek járt egy iskolába, felálltunk a körbe, az aula körbe, és jött a birkózó szövetség, kiterítették a szőnyegeket, mindenkinek ott kellett egy kicsit birkózni, rámutattak, te meg te, holnap birkózó edzés, jött a judo, te meg te, judo, aztán jött az atlétika, vagy mit tudom én, tehát rendes toborzás volt az iskolákban. Én biztos, hogy együttműködnék az iskolákkal, vagy a testnevelő tanárokkal, mert az erőemelés anyaga, tudom, hogy félnek tőle, hogy nehéz súly, meg ugye teljesen laikusok azt hiszik, hogy ez balesetveszélyes, holott talán az utolsó 5%-ban van a balesetveszélyes sportok listáján. Ezt el lehet indítani. Ha valaki nagyon akar ebben az irányban menni, akkor menni kell. Én 11-12 évesen már erős akartam lenni, nem, már hamarabb erős akartam lenni, de ott már virtuskodtunk az osztálytársakkal, hogy ki az erősebb, jóval. És 14 éves korban már abszolút középiskolában nagyon erős toborzó tevékenységet kellene folytatni. Igen, ezt látom én is, hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy a mai középiskolás generáció milyen, mert... Olyan, amivé alakul. Már... Tehát ne tegyük fel a kezünket, hát ezek elpuhult, tunya, csak az Xbox, vagy az akármi érdekli őket. Hát, ha ilyen hülyék vagyunk, hogy nem tudjuk érdekesíteni az erőemelést, akkor ez lesz. Hogyha eldöntjük, hogy érdekesítesz, akkor az lesz.
Igen. Én is ezt gondolom egyébként, hogy aztán lehet, hogy túlságosan magamból indulok ki, de egy 14-16 éves srácnak, és most valószínűleg inkább a srácokról beszélünk, és a lányokat úgy nehezebb lehet fiatalkorban még az erőemelés mellé állítani, de aztán fele tudja, de ugye 14-16 éves srácnak azért az csak legyen vonzó, hogy izmos, hogy erős, hogy nagy súlyokat emel, hogy, tehát hogy ez nem tudom elképzelni, hogy ez jó, biztos nem mindenkinek, nyilván sokfélék vagyunk, de hogy azért ez sokaknak vonzó kell, hogy legyen, és ha ez úgy van prezentálva, akkor igen, én is azt gondolom, hogy lehetne toborozni. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek a 20%-ának ez vonzó. De csak a 80-20-as szabály alapján, hogy általában. De így visszaemlékezve a mi osztályunkban is, akikkel jártam meg az évfolyamaink, kb. A 20% az érdekelt a testkultúra, akart erősebb lenni, vagy ő akarta gyorsabb lenni, lenyomlak, gyorsabb igen. vagyok, többet nyomok fekve. A 20% nekünk bőven elég, hát a többi 80-nal úgyse fogsz tudni mit kezdeni, mert az majd elmegy csapkozni, vagy valamit csinál. Ja, igen. De a 20%-a bejönne, most képzeld el, van 2,5 millió iskolás gyerek, mondjuk legyen csak 1 millió, ez a pont, ez a korosztály, ami nekünk kellene, ez a 14-től fölfelé, 1 milliónak a 20%-a 200 ezer. Abból maradjon meg 10% csak 20 ezer. 20 ezer. Hát összeomlana az összes edzőterem, hogyha 20 ezer gyerek hirtelen beáramlana. Hát nincs rá még az infrastruktúra. Hát akkor azt a hegyet akkor kell megmászni, amikor odaérünk. Ja. De oda kéne érni. Oda kéne érni, én is ezt gondolom. Jó hangzik nagyon. Miki, én nagyjából ennyit szerettem volna, szerintem tök jót beszélgettünk. És nagyjából szerintem körül is jártuk azt, amit te a magyar erőemelésben képviselsz, és továbbra is képviselni szeretnél. Jön szép lassan az elnökválasztás, ez egy érdekes, pikáns része lesz most a magyar erőemelő életnek, vagy szakasza. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége, de azt gondolom, hogy amíg olyan emberek tevékenykednek a magyar erőemelésben, akik így tényleg, na hát ez az életük és szívvel, lélekkel csinálják, addig probléma nem lehet. Hát nagyon remélem. Én nagy reményekkel nézek elébe. Nyilván az ember tudja, hogy ez az elnöki pozíció, ez csak a jogot adja meg neked, hogy minél több munkát végezzel, mert ez nem arról szól, hogy nem egy, abból a szempontból privilégium, hogy szolgáltad a sportot, és végeredményben ez az ok, amiért az ember ezt elvállalja, ugye ebből nem élsz meg, nem ebből van az egzisztenciád, viszont rohadt sok időt el kell vele tölteni. Abból, onnan tudom, meg onnan van ebből tapasztalatom, hogy én az IPL-ben már 10 éve dolgozom, ezt Magyarországon nem nagyon reklámoztam, mert hát nem éreztem szükségességét, vagy még néha irítséggel is találkoztam, nem volt rá szükségem. Nyilván a nemzetközi támogatásom is van arra, hogy elinduljak ezen az elnöki választáson, az elnök választáson. De igen, tehát tényleg jó lenne, hogyha átláthatóan esetleg nem tudom, hát emberek vagyunk, meg embercsoportok, tehát itt sokféle mozgató rugó van az embereknél, de hogy a nyíltságot, vagy az őszinteséget egy kicsit előre vinni ezen a téren. Ebből a szempontból sok embernek én megvallom, elfogadhatatlan, vagy ilyen veszélyes vagyok, mert amit gondolok, azt szoktam mondani, és ezzel... Nem mondom, hogy nem népszerű, mert nem magamat akarom itt piedesztára emelni, de én tényleg azt szoktam mondani, amit gondolok, illetve azt gondolom, amit mondok. És ez sokszor kényelmetlen, nem tudom. És nem elítélve azokat az embereket, akik kényelmetlennek érzik, hát csak egyszerűen azt, ha valaki rám szavaz, és kérem, hogy ha tetszik majd a program, ami nyilvánossá is válik, akkor támogasson ebben, az jó, arra, azt megerősítem, vagy megnyugtatom, hogy pontosan azt fogja kapni, amit itt most lát. Tehát nem kevesebbet, nem többet, nem alakoskodást. Én ez vagyok, úgyhogy mindenki szája íze szerint döntsön majd.
Igen, figyelj, hát nem titok, meg beszéltünk erről, hogy mi teljes messzélességgel melletted állunk, szóval mi is kíváncsian figyeljük majd, hogy hogyan alakul ez az egész, meg igen, ez tényleg érdekes lesz. Aztán a nép akarat, az nagyon fontos, igen, a nép akarat érvényesüljön. Jó lenne, idézőjelben ezt mondtam is neked, hogy a nép bajnokának lenni. Igen, igen. Nem is tudom, akkor ez egy jó zárszó is volt, a nép elnöke. Inkább Türkmenisztán vagy. Igen. Hagyjuk. Inkább azt már kipróbálták ebben az országban, nem volt sikeres. Jó, tehát az 50-es években már átért. Ja, ja. Igen. Jó van, Miki. Sok sikert kívánunk ehhez, és kívánok így az egész csapat nevében, aztán mi pedig tájékoztatjuk természetesen a hallgatóinkat, hogyha ebben az ügyben bármilyen előrelépés van, ha meg volt a szavazás, ilyesmi, de hát úgyis ez nyilvánosságra fog kerülni. És hát dolgozunk azon továbbra is mindannyian, akik így a magyar erőemelésben vannak, hogy egyre jobb legyen Magyarországon erőemelőnek lenni. Na, én köszönöm a podcastet, meg a lehetőséget, és a támogatásotokat is itt most akkor még egyszer megköszönöm. Köszi, Miki, hogy itt voltál, és köszi nektek is, hogy meghallgattatok minket, legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! Hello!